Jó estét kívánok a tisztelt közönségnek, sok szeretettel köszöntöm Önöket ismét a Magyar Művészet folyóirat labbemutatóján 2022. novemberében, ami azért egy nevezetes dátum, mert pontosan egy évvel ezelőtt találkoztunk itt először az első labbemutatón, amikor is az új, megújult formátumban vehették már kezükbe a magyar művészetet. És az első év a 2022. év, amikor már 6 lapszám is megjelent, és nem csak 4, illetőleg 5, mint a korábbi években. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az első év, amikor a megújult formátumában, szerkezetében, tartalmában is megújult magyar művészet már teljesen meg tudta magát mutatni az olvasó közönségnek. A novemberi lapszámunk I. és Gyulával foglalkozik tematikusan. Azt a kisé provokatív címet adtam, hogy I. és Gyula korszerűsége, és hogy miért tartottam ezt fontosnak kiemelni, arról majd néhány szót még szólok, de hadd mutassam be először a vendégeinket, szerzőinket, akik megtiszteltek minket azzal, hogy elfogadták a meghívást. Lezsák Sándor, aki író, költő, az MMA levelező tagjaként, illetőleg a Magyar Művészet Szerkesztő Bizottságának tagjaként van most itt a körünkben. Sturm László, főszerkesztőhelyettes, aki irodalomtörténészként maga is jegyzett a számban egy tanulmányt, illetőleg Petrik Béla és Balogh Gergő szerzők, akik itt helyet foglalnak. I. és Gyula, akinek a születésének a 120. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, és az MMA művészet elméleti tagozata és a Magyar Művészet folyóirat közösen egy konferenciával is tisztelgett az író életműve előtt szeptemberben, egy kétnapos konferencián, és ebből a konferenciából bizonyos előadásoknak az írott szövegváltozatát közli ez a lapszám. I. és Gyula korszerűsége, nekem meggyőződésem, hogy fontos emellett hitet tennünk, hiszen azok az irodalom történetek, irodalmi teóriák, amelyek szeretik a skatujákat, szeretik a sablonokat, a sémákat alkalmazni, I. és Gyula életművét, akár költői, akár írói életművét rendre besorolják az úgynevezett képviseleti költészet 19. századi hagyományába, és sokszor úgy mutatják föl ezt az életművet, mint amely a 20. század poétikai, szociológiai, történelmi kihívásaira inkább csak az írópolitikusi életművével, és nem pedig poétikai, tehát irodalmi, esztétikai megközelítéssel, szemléletmódjával reagált. Azt gondolom, hogy maga a szeptemberi konferencia valamennyi előadójával, és ez a lapszám is arról tanúskodik, hogy ez korán sincsen így. I. és Gyulának a verseit, drámáit, esszéit, szép prózai műveit egyaránt forgathatjuk kortársunként, olyan művekként, amelyek időtállóak és valóban az irodalmi kánon fontos összetevői. Itt, ahogy nézem, ugye szerzőinket is köszöntöm a közönség soraiban. Ugye Babus Antal is egy kiváló tanulmánnyal tisztelt meg bennünket, I. és Gyula és Hidas Antal barátságáról, de a monográfus, aki I. és monográfiát írja, illetőleg ez részben már megjelent, Enhorváth Béla is I. és a politika viszonya címmel írt egy tanulmányt. Több szerzőnk, Halmai Tamás, Balogh Gergő, Sturm László, I. és Gyula költészeténről, költői életművével foglalkozik, illetőleg erről írt és új kontextusba helyezték ezt. Ugye Móroz Gábort is köszöntöm, aki pedig a Káron Ladikján című esszé kötetről írt új megközelítésben, de például Sümegi István, aki a Puszták népének egyes részleteiről írt átfogó elemzést, és hogyha már itt szerzőinket köszöntöm, akkor Magyar Péter építészt is sok szeretettel, illetőleg Szász László irodalomtörténészt, aki egy új esszésorozattal jelentkezik a magyar művészet hasábjain, ezek folyamatosan majd a következő számokban folytatódni fognak. És ezek után át is adom a szót Lezsák Sándornak, hogy személyes élményeit, I. és Gyulával való találkozásait fölelevenítve ossza meg velünk gondolatait.
Tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat, Tiés Gyulától. Nagyon sok ember szólalt meg, költő, író, politikus, történész, személyes élményeket. Hát én ezek között legfeljebb ott a hátsó sorba kullogok magam élményeivel. De a morzsa is, kis morzsáska is fontos. Hogy kerültem kapcsolatban? Flórán keresztül, mert én tanítottam. Itt nőttem föl Klauzál tér környékén, de menekültem Pestről, hogy akkor lássam, amikor a hátam közepén. Nem szerettem Pestet, és ez volt a állandóan jövök fölfele. Nos, 25 évig tanítottam kezdetben egy tanyosi iskolában, és természetes, hogy Ijés Gyula nem csak az volt számomra, ami a tankönyvben, hiszen volt nekem egy olyan előiskolám az Országos Széchenyi Könyvtárban Szírezső mellett, segédmunkáskodtam ott, amelyik kinyitotta a világot előttem, és olyan élményforrásokhoz jutottam, amelyet a mai napig valóban használni tudok. Nos, ezért tudtam József Attila és Flóra kapcsolatáról. És az iskolában, amikor Ijésről beszéltünk életéről, hát óhatatlan, hogy nem jött elő József Attila, vagy pedig a József Attiláról nem jött elő Flóra asszony. És én minden osztályomat fölhoztam, följöttünk, fölutaztunk Pestre, a kerepesi temetőben, és látogattuk sorra a sírokat József Attila sírjánál gyerekek, mert minden gyereknek feladata volt. Jókai sírjánál Jókai szöveget mondtak, Adinál Adit. József Attilánál roskada kásás, hó, csepeg rézget a bátok, ez már tüneményesen együtt mondtuk szinte. Ezek élményforrások voltak. Nekem is, és ami legalább ilyen fontos a gyerekeknek is. Tehát így volt egy szellemi kötődésem, ismeretem, és amikor ott lent Lakiteleken a tanyasi iskolában elhatároztam, hogy a magyar nyelvi ifjúsági lapokat összehozom a Kárpát-medencéből, és elkezdtem szervezkedni 71-ben, hát abból nagyon kalandos történetté kerekedett, de inkább ilyen politikai kalandos történetté kerekedett, de nem adtam föl, és Ijéstől tanultuk, hogy legfőbb bátorsága a remény, reménykedtem abban, hogy előbb-utóbb meg tudom csinálni, és így jött el 78, amikor 78-ban, hogy a fiatal írók találkozóját meg tudom szervezni, aztán leállították, kalandos, politikai kalandos történet, de 79-ben viszont sikerült. És ebben már Ijés Gyula az egyik főszereplő. Oly módon, hogy Sóri Sándor segítségével, ajánlásával találkoztam Ijés Gyulával, és meghívtam Lakiteleke fiatal írók találkozójára, ahol a korszerű nemzeti önismeretről fogunk majd tanácskozni fiatal írók József Attila köre szervezésében. Nos, valamikor február táján váratlanul szinte fölrendeltek Pestre, hogy mit akarok én ezzel a fiatal írók találkozójával, Írószövetségben, és ott volt az Írószövetség elnöke, Dobozi Imre, Csák Gyula ott volt, meg a pártközpontból Agárdi Péter, Knop András, és Ördög Szilveszter volt a
József Attila körnek a vezetője, nem, a kis titkára, és becsületére legyen mondva, nagyon korrekt volt Ördög Szilveszter. Mert Doboz Imre, hát akkor mondja már el, hogy mit szervezkedünk, mit akarunk ott lakiteleken, fiatal írók. És mondom, hányan, hol, mikor, kik, mi lesz a cím, és miről fognak tanácskozni maguk ott, fiatal írók, mondja Doboz Imre. Hát mondom, a korszerű nemzeti önismeret. Az nem lehet. Mi az, hogy korszerű nemzeti önismeret? Szocialista önismeret. Arról tanácskozzanak fiatal barátai. Hát én elsötétült a világ előtte. Én így nem merek hazamenni. Hát barátaimnak ezt nem fogom mondani, inkább nem lesz találkozó. Néztem magam elé, csönd, és akkor a jó Isten súgta, valószínű mondtam, de hát I. és Gyula akarta, ez legyen a címe. Ugye ráfogtam mindent. Nézd rám, többi is Dobozi azt mondja, hogy Gyula tényleg ezt mondta? Mondom, igen, I. és Gyula akarja, hogy a korszerű nemzeti önismeretről. Mi a véleménye a fiatal íróknak? Nagyot hazudtam. Csönd volt, és Ördög Szilveszter becsületére legyen mondva, nem szólt bele. Tehát nem kezdett el hátulról elbizonytalanítani. Csönd volt, mentünk tovább. Így lett a címe tanácskozásnak 79. májusában a korszerű nemzeti önismeret, amelyik eljött Flóra asszonnyal, és egy tüneményes, én úgy gondolom, az irodalomtörténészek jobban ismerik I. és Gyula életművét, megszólalásainak ez időszakból származó különféle írásait, de majd, hogy nem hattyúdal, amit ő ott elmondott. Kérdéseket tettünk föl, de összefogta, és egy nagyon kemény, határozott hang jelenik meg a záró felszólalásában. Doboz Imre és a többiek megetten ültek, néztek maguk elé. A Forgás című folyóirat nem önszántából, de valószínű Flóra asszony adhatós közül működésével azért a szövegen egy kicsit változtatott, tehát az eredeti szöveg, azt mivel felvettük magnetofonra az egészet, tehát megvan, és megjelentettük a fiatal írók József Attila körének tanácskozását hitelesen bemutató, szöveghűen bemutató könyvben. I. és Gyulának mondtam, hogy hát én nagyot hazudtam. Te nem hazudsz, te füllentesz. De mondom, nagyot. Én azt mondtam, hogy Gyula bátyám ragaszkodott ehhez a címhez, de különben egy szociális önismeretet akartak, azt meg én nem szerveztem volna meg. Elálltunk volna. És azt mondja, ilyen nagy a tekintélyem. Mondja, és ha jól esett neki, egy kicsit fürdött ebben a mondat, hogy ilyen nagy a tekintélyem. Mondom, igen, ilyen nagy a tekintélye Gyula bátyámnak. Na, ez a kapcsolat, lakitelek, ott léte, ez erősítette meg bennem azt, hogy össze kell hozni az írókat. Ott vannak a hetek, kilencek. És lakiteleken meghívtam a heteket, Ág István, Buda Ferenc, Selfőző Simon, Bella István, és ki van még a hetek, segítsetek, Ragatkó József. Na, a lényeg az, hogy összehoztam azzal, hogy a találkozó után lakitelekről följövünk Pestre, és meglátogatjuk I. és Gyulát.
szinte lehetetlen elképzelésnek tűnt egyrészt ennyien beguntani, másrészt utolsó pillanatban lemondhatja, eléggé gazdag állapotban volt az időtájt Jézs Gyula. És hát, hogy én ezt az egészet előkészítsem, meglátogattam, én úgy eltévedtem Budán, ott ilyen-olyan lépcsősorokban, egy hatalmas nagy rózsasokor a kezembe, és egy taxist sikerült megállítanunk, aki elvitt egészen máshova, aztán nagyon gyanús voltam. Azt tudja, hogy a Kádár János is itt lakik? Mondja, én úgy megijedtem, hogy mondom, hogy semmi bajom, nekem az én Jézs Gyuláékhoz megyek. Úgyhogy nagyon elkéstem, de nagyon kedves volt Flóra asszony, és megbeszéltük azt, hogy találkozunk, jövök a hetekkel, és ezt a naplójában meg is írja Jézs Gyula. Az a megtiszteltetésé, hogy a nevemmel említi, hogy szervezésében, vezetésével, és írja, hogy kik voltak, és egy nagyon izgalmas másfél órás beszélgetés kerekedett ebből, mert azt a következő fél órát azt az inkább vacsora volt. Ilyen sokan ott megleptük, de nagyon kedves volt Flóra asszony, vacsorát készített, hideg vacsorát, és mi meg vittünk egy nagy-nagy láda almát, és éreztem, és tulajdonképpen ez a lényege, hogy nemzedékek találkoznak. Tehát nem csak írásban, írásban, és közösségek. Mert Budaferjék egy közösség, a hetek, ahogy a kilencek is. És tulajdonképpen ez volt az én sorsom aztán szervezni különféle helyzeteket teremteni, hogy találkozzanak az emberek, szorítsak ki, aki nem odavaló, meg fogjon kezet azzal, aki odavaló, meg vitatkozzon, de ne kiabáljon át az egyik oldalról a másikra, hanem próbáljon emberi szót érteni. És ilyen szempontból az az időszak Jézs Gyulával azért volt izgalmas, mert Jézs Gyula mint egy intézmény volt nekünk. Mint egy intézmény. Csóri Sándorral és a többiekkel együtt. Csempésztük a híreket, a gyógyszert, a könyveket Nyugat-Európából, Magyarországra, illetve Felvidékre, Erdélybe, Délvidékre. Ez egy ilyen időszak volt. És ebben, és találó a cím, a gyorsuló időben jelent meg a szellem és erőszak, amit sikerült kicsempésznem, ritkán beszélek erről, a lemezeket a nyomdából a müncheni Tollas Tiboréknak, hogy ők kiadják, mert itt nem akarták kiadni. És valójában irodalom történészek dolga lenne ezt megkutatni, hogy is volt ez, de valami köze van ahhoz, hogy végül is évek tiltakozása vagy tilalma ellenére megjelent a gyorsuló idősorozatban a szellem és erőszak, és aminek meg is lett a következménye. Le Grand-Jean ügy és egyebek, és ilyen szöveget vittünk át például Erdélybe, nem egyet, és nem egy olyan alkalom volt, amikor postások voltunk, és Király Károlynak, és másoknak próbáltuk vinni azt a szellemi, nem tudom én, szellemi muníciót, hogy nem csak azt, hogy tartsatok ki, hanem gondolatokat és kiállásokat. És tulajdonképpen, ahogy elkezdődött 81-ben, 80-ban a Bethlen Gábor alapítvány szervezése, ami megint egy csillagos népsor, az 79 ember, aki ezt aláírta, Bakos Pistáig, szervező munkája Bírgó Zoltának és mások, hogy ebben már ott volt az, hogy ilyen nagy a tekintélyen, ott volt Jézs Gyula.
Pápának a tekintélye. Ott volt az ilyési intézmény, amit sikerült ezt a rendszert kiépíteni itt a Kárpát-medencében. Hát ezekkel a gondolatokkal vettem kézbe a külön számot, és nagyon köszönöm a munkátokat. Meg kell találnunk a módját annak, hogy a 17 éves is megértse ezt, ahogy most, ugye jöttünk a filmszemléről, 217 éves ott ül a kisközösségi televíziók filmszemléje lakiteleken. Minden esztendőben immár 21. alkalom, hogy ekkora figyelemmel és fegyelemmel ülnek a diákok és zsűriznek 200 diák környező középiskolák. Ez kellene valahol az ilyési életműből velük érzékeltetni, hogy mit jelentett számunkra Ilyés Gyula a 20. században. Hát Isten éltesse a főszerkesztőt, szerkesztőt, munkatársakat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon fontos előadás volt, hiszen Ilyés Gyula szellemiségének és személyes jelenlétének a rendszerváltoztatásban játszott szerepe is ugye föltűnt benne, és a másik pedig az, hogy nemzedékek hogyan tudják az értékeket egymásnak átadni. Hát én is mondhatom, hogy az ilyési életmű iránti érdeklődést ezt a Hitel folyóiratnál Csóri Sándortól tanultam, illetőleg hát ott kaptam erre inspirációt, tehát valóban itt a személyes jelenlétnek, példaadásnak, illetőleg tanításnak igen nagy szerepe van. És hadd hívjam még föl a figyelmet a podcast sorozatunkra is, amelyben most Márkus Béla beszél Ilyés életművéről, és Turm László kérdezi őt, tehát a podcastjainkat is ajánlom szíves figyelmükbe. És most pedig átadom a szót Turm László kollégámnak. Én pedig először Balogh Gergőt kérdezem, aki a legfiatalabb azok közül, akik Ilyés Gyuláról írtunk, tehát megint nemzedékek találkoznak. Te mondtad, hogy a modernséggel foglalkoztál, kiemeltem, bár én láttam, hogy az a Jókaiig visszatekintettél, egy kicsit készültem a életműből, de akkor érintőlegesen gondolom, nyilván hát Ilyés Gyulával már találkoztál, de igazából talán most először így komolyabban nézted, és a szerelmi költészetét, a fiatalabbkori szerelmi költészetét választottad témának. Miért, és mit tanultál Ilyés Gyulától most, hogy jobban belenéztél? Először is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, én a magyar irodalmi modernséggel foglalkozom tágabban, most újabban a szerelmi költészetnek különböző vonulatait igyekszem leírni, értelmezni. A Ilyés életművel való ilyen beható foglalkozás, tehát nyilván az ember olvas Ilyés Gyulát, de nem foglalkoztam vele korábban, azelőtt, hogy ez a konferencia erre alkalmat adott volna, behatóbban Ilyésnek a líra nyelvével, és itt az én számomra az volt fantasztikusan érdekes, hogy tehát azért az ember elgondolkodik, mielőtt lead egy előadás címet, hogy egyáltalán meg lehet-e csinálni ezt az előadást. Jobb nagyon esetben szép, nagyon szép dolog feldolgozni a szerelmi költészetnek a magyar történetét, de hát mi van akkor, hogyha Ilyéssel kapcsolatban ez ilyen tulajdonképpen csak ilyen purhab, vagy ilyen habosítás, hogy nem lenne valami mondani valója az embernek róla, de én pont azzal szembesültem, hogy elképesztően izgalmas az, ahogy a Ilyés a szerelemről beszél, a szerelmi tapasztalatról beszél, és nagyon-nagyon szépen megmutatkozott az, hogy talán annak, ahogyan ő erről a tapasztalatról beszél, van nagyon-nagyon finoman normatörő karaktere. Tehát azért
és szerelmi költészetében nem lehet olyan éles váltásokat találni, mint amiket a 30-as években József Attilánál vagy Szabó Lőrincnél olvashatunk, akár a Nagyon fáj, akár a Semmiért egészen esetében, hanem Iésnél egyrészt nagyon-nagyon fontos az, ahogy a természethez, a tájhoz kapcsolódik a szerelmi megszólalásnak a lehetősége, másrészt pedig az a határhelyzet, amikor tulajdonképpen sem nem arról van szó, hogy az, aki beszél, az önmagát állítaná előtérbe. Ugye, hogy én vagyok a költő, én itt beszélek, és itt most rólam van szó, az én nagy szerelmemről van szó, vagy éppen a másik véglet, amely hát ugye legalább Balassi óta ebben a dicsőítő, himnikus megszólalással összekapcsolódó szerelmi beszédmódban része a magyar szerelmi költészetnek, ugye a másiknak a kvázi isteni pozícióba való felemelése. A Iésnél valahogy a kettő között helyezkedik el ez a megszólalás, és az énnél, meg annál, akit megszólít, sokkal fontosabb mindig az, ahogy ők egymáshoz kapcsolódnak. Tehát az a közösség, ami egy megszólító és egy megszólított, a szerelmes és a szerelem tárgya között létrejön. És ez a közösség, ennek a közösségnek a médiuma nagyon-nagyon gyakran a természet lesz. A természeti tapasztalat, azok a tapasztalatok, ahogy egyáltalán az emberi létezés a természet viszonyában megragadhatóvá válik. És az, ahogy ezt így és színre viszi, az nyilván nagyon erőteljesen táplálkozik a szürrealista költői törekvésekből, nagyon erősen táplálkozik általában a népi mozgalomnak a tájlirához való viszonyából. Ugyanakkor viszont szerintem nagyon érdekes önmagában arra, tehát ez is egy érdekes tapasztalat lehet ebben, hogy mi van akkor, hogyha elkezdünk egy olyan szerzővel nem bevett szempontok szerint foglalkozni, akinek azért a recepcióját meghatározza a közéleti megszólalás, ugye ez már el is hangzott korábban, hogy akár a Vátesz szerep a nemzeti költőnek az ideája, természetesen ez jelen van Iés életművében, és nagyon-nagyon erősen jelen van, és vannak olyan kötetek, ahol például szerelmi költészet nem is igazán esik komolyabban súlyba, tehát hogy például a sajú rendekben a szerelmi költészet szinte teljes egészében hiányzik. Mindazonáltal az, hogy a közösségnek akár a két ember közösségeként értett tapasztalata felől nézve egy nagyobb közösséghez való hozzátartozás hogyan képzelhető el, akár a nemzetnek a szintjén, az már megint nagyban módosíthatja, hogy ezt az életművet értjük. Hát köszönöm nagyon, egy kis előadást is hallottam, nem is kellett kérdeznem. Ugye mondtad, hogy az ember nyilván olvassa Iés Gyulát, mi a tapasztalatod? Ő ugye Egri Egyetemen oktat, hogy amikor te magad is nemrég voltál még egyetemista, olvassák a diákok Iést, vagy hogy viszonyulnak hozzá? Én úgy látom, itt zavar van, hogy nemzeti költő, az vas valami nem divatos dolog, de ő mégis azért ellenzék is volt. Én úgy látom, hogy azért bizonyos kor alatt kerülik is ezt a témát. A fiatalok például általában Iés öregkori líráját választották, ahol inkább a személyes dolgokról van szó. Mekkora zavar Iéssel kapcsolatban? Ugye ő bizonyos divatos elméletek tükrében háttérbe is szorult. Ez a vált, ez meg képviseleti irodalom, amiben én nem hiszem, hogy ennek volna sok értelme, mert hát mindig képvisel valamit az író, ha nem egy ideológiát, egy közösséget vagy egyebet. Tehát nem hiszem, hogy ez egy bűn vagy bármi lenne, ez egy normális dolog. Tehát olvastatok-e ti Iést, és vannak az Iés olvasásodnak mondjuk állomásai? Hát talán a kérdés azért nehéz, meg valóban azért van valamilyen fajta összevisszaság, mert hát nagyon sokfajta Iés létezik. Tehát hogy egyrészt létezik a lírikus Iés, akinek mindenfajta témák megkapják a figyelmét, például a másik vagy a szerelem.
létezik a tájköltői íj, és létezik a politikai költői íj, és létezik a valóban a nemzeti költő szerepre aspiráló íj, és ami viszont azért inkább már a pálya, tehát hogy azért a 40-es évektől lesz egy nagyon-nagyon expliciten tetten érhető dolog. Tehát egyáltalán, hogy a pálya mely szakaszát nézzük, az alapján is módosul az, hogy íjést miként gondoljuk el. Ráadásul bonyolítja a dolgot a szociográfia műfaja, a szociográfia mint társadalomkritika, és azok az általánosabb irodalmi elméleti problémák, amelyeket említettél is, és tulajdonképpen ebből támaszkodik íjésnek nagyon gyakran a háttérbe szorulása, hogy mihez is kezdjünk a képviseleti beszédmóddal, mihez is kezdjünk egy olyan beszédmóddal, ami hangsúlyosan politikai téteket is mozgat. Nyilván itt azért van egy nagyon-nagyon komoly, hát megint csak zűrzavar ebben a tekintetben, mert hát kifelejthetné el, hogy Kosztolányi Dezső a Számadásban is egy képviseleti költői programot hirdet meg, amikor mondjuk az elesetteknek a képviseletét éppen a Számadás címűben. Azért mondom, hogy mindenki képvisel valamit, ha az is egy képviselet, ha azt mondja egy ideológiát, hogy a közösség nem érdekes, akkor egy ideológiát képvisel, ami talán kevésbé szerencsés, mint ha valaki egy közösségi erkölcsöt szerintem, de visszaadom a szót. Köszönöm. És talán az az, ami a íjést megkülönböztet, és az az, ami a második világháború előtti különböző költői beszédmódokhoz képest talán hát másként teszi olvashatóvá az ő életművét, hogy ugye pont ez az a korszak, amikor nem divatos a közösségi problémákra való reflexió, pontosan ez az a korszak, amikor radikálisan előtérbe helyezkedik maga a szubjektivitás, az individualitás, az, hogy az egyénnek milyen lehetőségei vannak, az egyén hogyan bontakoztatja ki akár formaérzéke, akár a közölt tartalmi elemek által az ő sajátos világlátását, azt a horizontot, amelyből megszületik a költészete. És tehát ebben a tekintetben nagyon-nagyon sok íjés van, és én például azt látom, tehát hogyha az íjés olvasásról van szó, hogy például a íjésnek a kritikai szólama, az egy nagyon izgalmas dolog tud lenni a fiatalabb olvasók számára, és amikor én először találkoztam íjésre, engem is ez volt az, ami megfogott. Tehát általában az a kérdés, hogy bizonyos értelemben egy kicsit el is kent, vagy elhelyezetlen sok tekintetben az én integratívabb birodalom történetekben a népi mozgalomnak a kérdése, hogy egyáltalán miben áll mondjuk a magyar parasztság, vagy a magyar táj, vagy a regionális irodalomnak a kérdése, hogy hogyan lehet képviselni egy regionális értelemben vett megszólalást, ami közben nem akar provincializmussá válni, és nyilván voltak ilyen kritikák íjéssel szemben is. És az ahogy a íjés azért ez a programhoz, akár prózában, akár lírában egy életen keresztül hű maradt, az hát bizonyos értelemben egy kicsit befoghatatlanná is teszi az életművet. Mert hogyha viszont innen nézzük, akkor honnan kezdjünk hozzá? Igen, az kétségtelen probléma, hogy egész íjést elolvasni, hát az egy éves program, és hát kevés embernek van egy éve egy-egy szerzőre. De hogy olyan sok oldalú, így aztán mindig valamelyik oldala éppen hát vonzó marad minden nemzedéknek talán. Jó, ugye amit itt mondtál a közösség meg a természet, hogy a szerelem nála ezekre hát vetül rá, azt valóban én is a legfontosabbnak érzem. Én is úgy látom, hogy íjésnél a közösség, egy közösségvágy, ami ugye visszamegy a gyerekkorába, a család, falu, abból nő ki nála aztán a nagyobb közösség képviselete, akár a vallást is az helyettesíti nála, hogy együtt tudtunk hitni, most így közösségen kívül már ez sem olyan egyértelmű nekem, írja sokszor. Hát még arról beszélgetnék, hogyha lenne idő, de hogy igen, szerintem nála a közösség, az otthonosság, a föld, amit meg kell művelni, ugye a szerelem is egy műveltségfajta nála talán, az írás is, hogy ezek összefüggenek.
És vannak például, nem illik talán meghívott vendéggel vitatkozni, csak egy, hogy ez a, te írod egyszer, hogy dominancia elv a szerelembe egyéb. Én nem ilyen hatalmi játékot látnék, és ez lenne a téma, de hát már csak egy záró mondatot, hanem inkább, hogy a műve, az együttes, a közösség alapja vagyunk, és ez, tehát nem dominancia van, hanem harmónia. Egy záró mondat, hogy megcáfolj. Hát egy mondatban nehéz lenne. Azért adtam csak egyet. Talán nagyon röviden az, hogy én ott ezt annak kapcsán írom, hogy a 30-as évektől a ijesszerelmi költészetében nagyon erőteljesen megjelenik a, vagy inkább explicitté válik valami, ami még már korábban is jelen volt, főként Szabó Lőrinc hatására a párkapcsolatnak a politikuma. Az, hogy egyáltalán milyen viszony van a párkapcsolatban résztvevők között. És valóban abban az értelemben egy harmóniáról beszélhetünk, hogy ez egy ilyen kettős kötésben áll. Tehát az IJ-snél mindig úgy néz ki ez, hogy az én, aki beszél, az egy fölé rendelt pozícióból beszél, ugyanakkor az, akihez beszél, éppen a szerelem tapasztalata által ebben a közösségben szintén fölé rendelődik az énnek. Tehát, hogy kvázi mind a ketten fölé és mind a ketten alárendeltjei egymásnak a szerelem tapasztalatában, és ebben a tekintetben ez egy ilyen kétirányú viszony, nem egy ilyen egyértelmű aláfölé rendeltségi viszony, viszont ahhoz ragaszkodnék, hogy maga ez a politikai, hatalmi kérdés, ez megjelenik innentől kezdve, és nagyon érdekes, hogy ahogy ez megjelenik, úgy például elkezd egy kicsit háttérbe szorulni a tájköltészeti hagyomány. Jó, hát akkor a közönséget megkérjük, hogy ezt gondolja tovább majd. És akkor áttérünk, köszönjük a beszélgetést Balogh Gergőnek, és akkor áttérünk a következő írásra, a következő szerzőre, aki már nem Iyérs Gyula, hanem Bibó István, nem is Bibó István, hanem a Bibó István emlékkönyv, ami a ellenzéknek egy hát emlékezetes megmozdulása volt, és ezt elemzi Petrik Béla, erről írsz. De mielőtt az írásodhoz közelebb érnénk, azért hadd kérdezzelek a munkásságodról. Te nagyon következetesen és nagyon alaposan és hatalmas filológiai tudással mész végig a népi mozgalmon, és azt hiszem szigorúan csak azon szinte, hogy neked ez megejtett téged, és úgy látszik, ez egy életre szóló program, Nagy Gáspártól Borbándi Gyuláig, és hát a Bibó emlékkönyv, alkalmak, események, életművek. Miért ez a hűség és ez a következetes hát érdeklődés? Honnan ez a... Ugye én egy abszolút urbánus gyerek vagyok, tehát budapesti, városi környezetben nőttem föl, és fogalmam sincs, hogy honnan jött ez az egész szerelem a népi mozgalommal, a népírókkal. És ugye az ősforrás Szabó Dezső volt, ugye ő vele kezdtem el foglalkozni, illetve az első pillanat, amit tudok azonosítani, ezt mindig el szoktam mondani, ez valamikor a gimnáziumi években történik velem, és 80-as évek eleje, és volt egy folyóirat, amit úgy hívtak akkoriban, hogy a Mozgóvilág, és ennek volt egy ilyen nagyon karakteres a nemzettudathoz, a magyarsághoz kapcsolódó szerkesztői gárdája, Kulin Ferenc volt akkor a főszerkesztője, és volt egy baráti köre ennek a Mozgóvilágnak, és ez a Mozgóvilág baráti kör, ez az idősebb Gorondi Novák Sándorék Fillér utcai villájában működött erős belügyi kontroll és ellenőrzés alatt. Sándor bácsiról tudni kell, hogy ő Teleki Pálnak volt a titkára, és hát ő is jogász ember volt, de ő szervezte ezt a baráti kört, és hát én valahonnan innen datálom ezt az érdeklődést és az eszmélést, és talán a második pillanat az valamikor az egyetemen következett be, amikor is, hát én még tanultam marxista filozófiát,
és ott a tudományos szocializmus, ez volt a tanszéknek a neve, tudományos és szocializmus. Ott volt egy tanárom, és ő adta a kezembe a Szabó Dezsőnek a háromkötetes Egész Látóhatár című esszé és tanulmánygyűjteményét, hogy én itt a tudományos szocializmus keretében tartanék erről egy előadást, és én erre nagyon szívesen vállalkoztam, és hát ugye 20 éves lévén, hát nem lehet Szabó Dezsőtől szabadulni 20 évesen, olyan mértékben fogja meg a fiatal elmének a befogadó készségét, amit nem nagyon lehet leírni se. Úgyhogy én nekem ezek az első pillanataim, ami elkötelezett a népi mozgalom iránt, és hát aztán jöttek sorba a többiek, Sinka, Erdély József, Ijés Gyula, és valóban megpróbálom programszerűen földolgozni. Kicsit csapongok az időben és a térben. Nagy Gáspár, Borbándi Gyula, a 79-es találkozó, amiről elnök úr beszélt, vagy a 85-ös antológia est, ami szintén lakitelekhez kapcsolódik. De hát Bibó életművével is több körben foglalkoztam már, és több részét sikerült felelevinítenem. Ami most itt az aktuális beszélgetésünk tárgya, ez a Bibó emlékkönyv, ahogy említetted, ez nem közvetlenül ugye a Bibó életműhöz kapcsolódóan, hanem inkább a recepciója, vagy az ő fogadtatása. Ugye ez egy véletlenül lett emlékkönyv, ugye ez tisztelgő kötet akart lenni 79-ben, de hát addig készült sajnos ez a kötet, amíg Bibó elhúnyt, úgyhogy végül is aztán emlékkötet lett ebből, és ennek a történetét próbáltam földolgozni. Egy picit kakuktojás ebben az Ijés számban ez a Bibó dolgozat, de hát... Nem kakuktojás, hiszen Bibó és Ijés jó barát. Igen, ezt akartam elsütni, ezt a poént, hogy végül is... Végül is talán annyiban nem indokolatlan a szereplése a tanulmánynak, hogy egyrészt ugye ez a második rész, tehát az első rész az előző számban jelent meg, másrészt pedig hát Bibó és Ijés között szoros szellemi kapcsolat és barátság volt. Mindketten ugye a népi mozgalomnak az oszlopos tagjai voltak, ugye mind a ketten nemzeti parasztpártból indultak 56-ba a Petőfi pártba, tehát és hát Ijés haláláig támogatja Bibó Istvánt és a családját, nagyon nagyra tartja Ijés Bibót, és hát viszont is, tehát ez a tisztelet és ez a kölcsönös elismertség, ez mindkettejükben megvan. Úgyhogy azt gondolom, talán van helye ennek az írásnak ebben a számban, és hát Ijés az, aki végül is aztán a Bibó temetésén a gyászbeszédet mondja, talán nem véletlenül. És te, aki ilyen nagy műveket átolvasol, az a kérdésem, hogy ha az ember ilyeneket olvas, már néha olyan avultnak tűnik, ezt már tudjuk, ezt elmondták, ja Istenem, de más már a probléma, ja Istenem, de mellé beszél valaki, és hasonlók. Mi volt az érzésed, mennyire aktuális egy ilyen kötet? Na, az írások hány százaléka? Hát gondolom, inkább a népieket tartod aktuálisnak. Hát azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen, ugye ez egy 1000 oldalas emlékkötet, amiről beszélünk. Itt számos olyan alkalmi írás van benne, ami hát nyilván az alkalomnak szól, és ezeknek is nyilván meg lehetett akkor a helye. De az írásoknak egy jelentős része az abszolút jövőbe mutató volt. Ugye ezeknek az írásoknak egy jelentős része az
nem Bibó életművét tárgyalta, vagy nem ráemlékezett, hanem egy önálló, akár irodalmi alkotás, akár történelmi politikai esszé tanulmány, amelyeknek az önértéke is jelentős volt. Szűcs Jenőt említeném, vagy Kisgyé Csabának, vagy Durai Miklósnak az írásait, kisebbségi magyarság helyzetéről szóló írásait. Tehát azt gondolom, ezek az írások, ezek akár ma is aktuálisak. Vagy hát ugye a Csurka István írása, ami a kötetnek egy abszolút jellegadó esszéje. Hát ez a, és amiben ugye a Bibó felejtésnek az okait, vagy a körülményeit tárja föl, vagy tárta föl. Hát ez a Csurka írás, ez sajnos ma is épp olyan aktuális, mint volt 79-ben. Ma sem foglalkozunk Bibóval, Bibó életművével annak megfelelően, vagy olyan mértékben, ahogy az szükséges lenne, már az én véleményem szerint nyilván. Úgyhogy ezt az aktualitást, ezt sajnos, vagy hála Istennek látom ebben a... Igen, erre én is felfigyeltem, hogy azt írott, hogy Bibó a nem élő hagyomány. De hát végülis az élő hagyomány, akit sztárolnak, vagy, mert azért mindenki tud Bibóról. Hát ki az élő hagyomány ma? Melyik író, költő? Hát akit az iskolába tanítanak, azt ismerik az emberek többnyire. Tehát, és aztán egy-egy szűk csoport, meg hát általában illik valamit tudni. És te itt azt írod még, akkor Bibóról kérdezlek, ha nem baj, mert írsz egy olyat, hogy egyesíti a görög filozófia hagyományt, a római jogot, a keresztény nyelveket, ezen belül szolidaritás és egyebek, és hogy ez így együtt másnál nem jön össze, és ezt tette lehetővé, hogy ő ugyan a népi mozgalomhoz állt közel, de hát léptek felé a másik fajta ellenzék tagjai is, és hogy itt próbáltak valamit összehozni, most hogy őszintén, vagy taktikából, vagy miből, ez egy kérdés, hogy vannak ezek jelen Bibónál? Mondjuk, ami az legkevésbé értek, a római jog például. Hogy van benne? Hát Bibó is jogász volt, jogot tanult, tehát mondjuk nem állt távol tőle ez a tudományág. Picit visszább lépve, hogy valami értelmeset tudjak itt mondani. Szóval Bibóból ugye nem az volna a lényeg, hogy olvassuk a valamelyik munkáját, hogy most akkor a Magyar Demokrácia Válsága című nagyszabású tanulmányát kérdezzük ki a diákoktól, vagy tanítsuk meg. Hanem Bibóban volt egy olyan gondolkodás, egy olyan világnézet, ami nagyon sok irányból tevődött össze, sok hatás alapján rakódott össze. Én ezeket próbáltam, ezeket az elemeket azonosítani, hogy volt egy nagyon, nagyon mély kulturális tudás mögötte. Volt egy jogi tudás és egy jogi szemlélet. Volt egy szociográfiai látásmódja, szóba került itt korábban egy társadalomkritika. Volt benne egy nagyon erős keresztényi erkölcs és tartás, és ez az egész, ez adott egy olyan embert, egy olyan gondolkodást, egy olyan világnézetet, ami hiányzik a mai közéletünkből és gondolkodásunkból, de valahogy mindig is hiányzott. Tehát mire gondolok? Nagyon plasztikus az a példa, ami az ő élete kapcsán ugye mindig fölmerül. Ugye 56-ban ő államminiszter a Nagy Imre kormányban. És ugye mindenki november 4-én ugye hajnalba bejönnek az orosz, vagy szovjet csapatok. Igen, javítottam. És megszállják az országgyűlést is, ugye? Mindenki menekül.
egy ember üldögél a parlamentben, ugye Bibó István államminiszter, hát őt nem mentették föl, ő képviseli a magyar kormányt, és miközben az orosz katonák, szovjet katonák jönnek, mennek, és gépfegyverrel ott terrorizálják az embereket, ő lázasan gépeli az ENSZ-nek szóló felhívásokat, és a magyar szabadságért és a polgári demokráciáért való kiáltványát írja. Tehát, hogy és ugye ez nem bátorság részéről, vagy nem feltétlenül bátorság, hát persze, hogy bátorság, hát ki a fene merte volna ezt még egyébként megcsinálni, hát fülünk farkunkat behúzva rohantunk volna mi is égbe világba, hanem őnek ez teljesen természetes, hogy ő államminiszterként, akkor ő ott van a parlamentben, és kiáll a magyar szuverenitás mellett, és képviseli azt a polgári demokráciát és értékrendet, amit ő hisz és val. Tehát, hogy én nem a műveket, meg nem az iskolában megtanítható tételeket vagy tézisek hiányát hiányolom, hanem azt az emberi tartást, gondolkodásmódot, filozófiát, világnézetet, amit Bibó képviselt. Igen, ami számomra zavaró volt, és szerintem sokaknak, amikor kezdtem ifjan ki ez a Bibó ismerkedni, hogy olyan eszményien ír, hogy ugye amikor itt vannak a szovjet csapatok, akkor ő úgy ír, hogy a demokrácia így úgy, hát egyértelmű, hogy itt kommunizmus lesz, hát ezt miért nem veszi számításba, de azt hiszem itt az 56-os magatartása meg ez, ugye egy kulcsra jár, hogy ő egy eszményi állapotba írt, és ezért vállalta a következményeket. Tehát, hogy egy eszményi kibontakozást írt le, itt pedig ő vállalta azt, hogy hát én miniszter vagyok, hát mit keresnek ezek itt. Pedig hát kerestek, és az erőszak döntött, de a jövőnek talán ez a tanulságosabb, hogy legyen. Még egy nagyon rövid kétperces válaszra van idő. Mi legyen a kérdés, Béla? Miről szeretnél még beszélni? A Bibó emlékkönyv kapcsán van-e még valami, ami ilyen végső tanulság? Hát tulajdonképpen elkezdted az elején említeni, hogy ez ugye itt a Kádár rendszerben az ellenzék sem volt egységes. Két nagy irányzatát lehetett ugye megkülönböztetni, az úgynevezett demokratikus ellenzéket és a népi nemzeti mozgalom hagyományait folytató ellenzéket. Tulajdonképpen a Bibó emlékkönyvnek az a jelentősége, hogy ez a két irányzat egymásra talál, és egy lényegében az ő személye az, ami ezt a két irányzatot egybe tereli, és ő az a közös nevező, ami alapján ugye ez a két ellenzéki irányzat, mozgalmi rész össze tud kapcsolódni. Ugye emiatt van aztán a pártvezetésben nagy izgalom, hogy nehogy ez a két ellenzék mondjuk Bibó zászlaja alatt egyesüljön, ettől nyilván nem kellett félni, de hogy ugye mennyire különleges az ő személye, ez az integráció is mutatja, hogy végül is ő az, aki összetudja a majdani későbbi szabad demokratákat és a rendszerváltást levezénylő Magyar Demokrata Fórumban megjelölő irányzatot összetudja terelni 79-ben egy közös vállalkozásban. Hát nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést. Hát csak ízelítőt tudtunk adni, látszik, hogy nagy témák ezek. Ha végigolvassák lelkiismeretesen a számot, akkor egy kicsit tovább jutnak, de hát ennél is nagyobbák a témák, és akkor megkérem Falusi Mártont, hogy mondjon végszót. Nagyon örültem, hogy végül is Ér Gyula és Bibó is ilyen módon szóba került, hát ebből látszik, hogy szerkesztjük a lapot, sőt azért szerkesztjük, hogy ilyen összefüggések megvilágosodjanak, hiszen nem véletlenül került ez az írás sem ebbe a számba. És ehhez kapcsolódóan két rövid dolgot szeretnék kiemelni, egy szerkesztési bravúrt idézőjelben, illetőleg egy szerkesztési bakit. Az egyik az, hogy
És köszönet ezért a képszerkesztő Bánki Ákosnak, hogy új illusztrációkat kaptunk I. és Gyula versekhez, Eszteró Anett alkotásait, ezeket a mi megrendelésünkre készített el, és jelentek meg a lapszámban, ezt is kiemelten szíves figyelmükbe ajánlom. Illetőleg Szász László esszéje I. és Kinga színművészről, ez teljesen véletlenül került az I. és számba, hiszen itt csak névrokonságról van szó, és később jutott eszembe, hogy ez zavaró lehet esetleg, aki nem tudja, hogy itt szó sincs arról, hogy ez is I. és Gyula életművéhez kapcsolódna. És zárásképpen pedig átadom még a szót Lezsák Sándornak, aki szeretne még mondani valamit. Az 1979-es fiatal írók találkozójának a könyvét, amelyik tartalmazza egy CD mellékletként I. és Gyula felszólalását. Ezt szívesen felajánlom annak, aki kéri. Ajándékba elküldöm. Tettem ide üres papírlapot, vagy névjegyet kapok, vagy ide a címüket fölírják, akkor ezt 2 héten belül elküldöm. Köszönöm. Én pedig akkor a szerkesztőség nevében is megköszönöm a figyelmüket, és még egy pár perces beszélgetésre maradjanak itt, ha tehetik.